Fideszes hagyaték címmel Csányi Tamás képviselő. Parancsoljon képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A mai felszólalásomban az úgynevezett fideszes hagyatékról szeretnék önöknek szólni. Arról a hagyatékról, amelyet egy évvel ezelőtt a fideszes önkormányzatok hagytak hátra leköszönésük után. Én egy olyan szerencsés választókerületnek lehetek az ellenzéki országgyűlési képviselője, amelyben több településen is megtörtént a NER telenítés, és a választópolgárok véget vetettek a fideszes harácsoló politizálásnak. Kellő bátorságot tanúsítottak ezeken a településeken élők egy éve a szavazófülkékben, és merték nem a kormányzó pártra, vagy az általa támogatott független, vagy áfüggetlen jelöltre tenni az X-et. Nagyon nagy dolog volt ez egy éve. Azonban nem voltak könnyű helyzetben ezek az újonnan megválasztott településvezetők, hiszen azon túl, hogy a politikai közéleti tapasztalat nem segítette őket, még az igen nehéz fideszes hagyatékkal is meg kellett küzdeniük. A 2019-es önkormányzati választások utáni napokban, hetekben ugyanis szembesültek olyan tényekkel, amelyekről eddig csak sejtéseik lehettek. Tapasztalhatták, hogy a munkatársak kiválasztásakor az elődjüknél sokkal inkább számított a fedhetetlen nelsevik identitás, a rokoni kapcsolat, mintsem a hozzáértés. És hát a pályázatok körül sem voltak rendben a dolgok, mint ahogyan az általános a Fidesz által működtetett rendszerben. Mint ismeretes, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es számú választókerületnek fideszes országgyűlési képviselőjétől, Boldog Istvántól a mentelmi jogot egyhangulag mi vettük el, hogy a hatóságok eljárhassanak vele szemben. Polt Péter legfőbb ügyész írásbeli kérdésemre adott válaszában tájékoztatott, hogy a képviselőt két rendbeli felbújtóként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, két rendbeli felbújtóként elkövetett vesztegetés elfogadása és két rendbeli felbújtóként elkövetett versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban cselekményekkel gyanúsítják. Boldog István a cselekményekben oly módon vett részt, hogy a hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve jogellenesen befolyásolta a pályázatok elbírálásának eredményeit, amiért vállalkozóktól jogtalan előnyt kapott, közölte az ügyészség. És ha már Boldog képviselő és az általa működtetett fideszes franchise szóba került, tudják, aminek az a célja, hogy a lehető legtöbb közpénzt játsszák át a haveroknak, és így saját maguknak is a fiúk, akkor két porról is szót kell ejtenünk, hiszen ott kicsiben minden van, ami ezt a rendszert jellemzi. Tavaly nem Boldog képviselő jelöltje nyerte meg az önkormányzati választást, ami egy egészen új helyzetet eredményezett a faluban. Egyre több dologra derült fény az elmúlt időszakból. Hosszan lehetne sorolni a napról napra előkerülő újabb és újabb problémákat, de ez most nem célom. Legyen elég annyi, hogy sorra születtek a feljelentések az elmúlt egy évben, és gyakorlatilag ott tart a dolog, hogy minden eddigi pályázat esetében nyomoz a hatóság. Alapvetően a pénzügyi dolgokkal nincs rendben minden. A látókörükbe került Boldog képviselő féltestvére is, aki az előző ciklusban, milyen meglepő, az önkormányzati tulajdonú KFT-t vezette. Ehhez jön még, hogy az új vezetés tevékenységét igyekeznek minden eszközzel ellehetetleníteni, ehhez akár jegyzői segítséget is kap a helyi Fidesz. Ennek ellenére a polgármester asszonyt és csapatát szeretik a településen, és én innen is csak jó munkát és kitartást kívánhatok neki. Azonban egy másik, gyakorlatilag lerabolt településről, Tisza-Tenyőről is szólnom kell. Mint ismeretes, Boldog István egyik kedves polgármestere, Kazinczy István sem kapott újólag bizalmat a településen élőktől, ami utána maradt, az pedig nem teszik ki az ablakba, ha szabad így fogalmaznunk. Hiszen ezen a településen sorra kezdtek a projektekbe, például Baromfi vágóhíd alapjait tették le elképesztő profán módon a Szent Korona másolatának jelenlétében, de lett volna itt sertéstelep és energetikai fejlesztés is, azonban nagyon úgy fest, hogy az EU-s forrásokat finoman szólva sem a megfelelő célra használták föl. A közpénz elvesztette közpénz jellegét. A projektek nem valósultak meg, a 250 millió forintot vissza kell fizetni. Csak hát nincsen miből. A megfelelő feljelentések megtörténtek, a hatóságok nyomoznak, reményeink szerint mi hamarabb kiderül, hogy ki és hogyan károsította meg a településen élőket. Összességében tisztelt képviselőtársak, a Fidesz nem könnyű hagyatékkal távozik, amennyiben erre szólítják fel őket a szavazók. Törvénytelenségek, a közpénzek elheldárása, pályázatokkal való visszaélések derülnek ki azokon a településeken, amelyeken elvesztik azt a hatalmat, amelyhez éppen ezért foggal körömmel ragaszkodnak, megtartásához semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Ahogyan
Borsodban is láttuk. WC-papír, krumpli, laptopoztás, lejárató kampány, polgármesterek EU-s forrásokkal való zsarolása, szavazatvásárlás, láncszavazás, és bizonyára hosszasan sorolhatnánk. Ez ma az önök kampánya, ez az önök hagyatéka. Köszönjük, többet nem kérünk belőle. Akinek van szeme, látja, akinek van füle, hallja. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr.